Ezt a Kalex vagyok, a Giga Virág csatornájáról. A mai videóban folytatom a teljes pak Super Blackjack sorsjegy kaparását. A következő 5 sorsjeggyel 56-tól 60-ig fogom lekaparni. Tartsatok velünk! És akkor most válasszuk le a következő 5 sorsjegyet a pakról. 56-tól 60-ig. Az 56-os, 57-es, 58-as, 59-es. És a 60-as. Ezek lesznek a mai videóim főszereplői, ez az 5 sorsjegy, 56-tól 60-ig. És akkor most kezdjük is el a 056-os sorszámú Super Blackjack sorsjegy lekaparását. Az első asztalon a 15-ös számnál kell nagyobb számot találni. Van egy 5-ös, 7-es, 10-es, és 6-os, nem volt nagyobb a 15-nél. Nézzük a második asztalt. A 18-asnál kell nagyobb számot találni. Van egy 15-ösünk, 17-esünk, közeledünk, 10-es, és 4-es, nem volt nagyobb a 18-nál. Nézzük a harmadik asztalt, ahol a 17-nél kell nagyobbat találni. Van egy 4-es, 15-ös, 9-es, és 7-es, nem volt nagyobb a 17-nél. Nézzük a negyedik asztalunkat, ahol a 11-nél kell nagyobb. Van egy 6-os, 5-ös, 10-es, közeledünk, és egy 4-es, nem volt nagyobb a 11-nél. Nézzük a bónuszjátékot, hogy lesz-e 21-ünk, 9, meg 3 az 12, meg 6 az 18, az kevés. A betűink. Elbújtak a betűk. Egy K betű. És egy L betű, különböznek sajnos. Akkor most nézzük a 057-es sorszámú Super Blackjack-et. Hát, ha ezen sikerül nyernünk valami szép nagy nyereményt. A 8-ast kell előzni. Na hát, ez nem lehetetlen. És már le is előztük, egy 9-est adott. Szuper, nyerő a sorsjegy. Van még egy 4-es, 6-os és 5-ös. De már egy nyereményünk van. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá. A második asztalon a 12-esnél kell nagyobbat találni. Van egy 4-es, 10-es, 8-as és 5-ös, nem volt nagyobb. Nézzük a harmadik asztalt. 13-nál kell nagyobb. Van egy 5-ösünk, 11-es, 10-es és 15-ös. Már két nyereményünk van ezen a sorsjegyen, szuper. Nézzük a negyedik asztalt. A 10-est kell előzni. Van egy 7-es, 5-ös, 6-os és 4-es, nem volt nagyobb a 10-nél. Nézzük meg a bónuszjátékot, hogy lesz-e 21-ünk. Van egy 1-es, egy 10-es, az 11, meg 9, az 20, de az kevés, nem jött ki 21. Nézzük az első asztalon, hogy mennyi a nyeremény. Egy 500-os, és a 15-ös számnál még egy 500-os, vagyis ezzel a sorsjeggyel 1000 forintot nyertünk. És a J betűket fogjuk megtalálni. Itt is van a második J betű. Szuper! Akkor most nézzük a 058-as sorszámú Super Blackjack-et. Milyen nyereményt tartogat számunkra. A 11-esnél kell nagyobbat találni.
Van egy 8-as, 6-os, 9-es, és 12-es. Ez a sorsjegy is nyerő, szuper! Nézzük a második asztalt. A 8-asnál kell nagyobbat találni. Van egy 6-os, 5-ös, 7-es, és 4-es. Nem volt nagyobb a 8-asnál. Nézzük a harmadik asztalt. A 15-ösnél kell nagyobbat találni. Van egy 5-ös, 6-os, 8-as, és 7-es. Nem volt nagyobb a 15-nél. De már ideig egy nyereményünk van a sorsjegyen. Nézzük a negyedik asztalt. A 20-ast kell előzni. Ennél már csak a 21 nagyobb. Van egy 10-es, 4-es, 17-es, és 12-es. Fordítva jobb lett volna. Nézzük, hogy ki jönne három szám összegéből. 21, egy 6-os, egy 9-es, az 15, meg 4, az 19, az kevés, de egy nyereményünk van ezen a sorsjegyen. Az első asztalon nézzük, hogy mennyi. Egy 500-as, és akkor az E betűket fogjuk megtalálni. Szuper! Itt is van két Z betű, szuper! Akkor most nézzük a mai videó utolsó előtti sorsjegyét, 059-es sorszámot, nézzük, hogy a 8-ast kell előzni, na hát ez nem lehetetlen. Van egy 6-os, 4-es, 5-ös, és 7-es, nem sikerült leelőzni. Nézzük, hogy a második asztalon lesz-e nagyobb szám, a 17-esnél kell nagyobbat találni. Van egy 11-es, 9-es, 16-os, és 15-ös, nem volt nagyobb a 17-nél. Nézzük a harmadik asztalt, a 16-nál kell nagyobbat találni. Van egy 12-esünk, 14-es, 5-ös, és 13-as, nem volt nagyobb a 16-nál. Nézzük a negyedik asztalt. A 9-est kell előzni, nézzük, hogy sikerül-e. Van egy 4-esünk, 8-as, 6-os, és 7-es, nem sikerült leelőzni a 9-et. Nézzük, hogy lesz-e 21-ünk. Van egy 6-os, egy 9-es, az 15, meg 3, az 18, ez kevés. Betűink, egy C betű, elbújtak a betűink, és egy U betű, különböznek. És akkor most következzen a mai videó utolsó sorsjegye, a 060-as sorszámú Super Blackjack. Az első asztalon a 13-asnál kell nagyobbat találni. Van egy 5-ös, 19-es, ez a sorsjegy is nyerés, szuper. Egy 8-as, és még egy 12-es. Már egy nyereményünk van. Nézzük a második asztalt, lesz-e még hozzá. A 11-esnél kell nagyobbat találni. Van egy 4-es, 5-ös, 8-as és 6-os, nem volt nagyobb. Nézzük a harmadik asztalt, a 20-asnál kell nagyobb. Itt már csak a 21 nagyobb, van egy 8-as, 5-ös, 12-es és 4-es, nem volt nagyobb a 20-nál. Nézzük a negyedik asztalt, ahol a 15-öst kell előzni. Van egy 11-esünk, 9-es, 4-es, ez utolsó szám. A 18-as, itt is van egy nyeremény. Szuper, már két nyereményünk van ezen a sorsjegyen. Nézzük, hogy lesz-e bónuszjátékon 21-ünk. Van egy 8-as, egy 10-es, az 18, akkor egy 3-as.
De egyes tados, csak 19. De ezzel a sorsjeggyel két nyereményt értünk el, két asztalon, nézzük. Itt van egy 500-as, és itt a 15-ösre a 18-as. Még egy 500-as, vagyis ezzel a sorsjeggyel is 1000 forintot nyertünk, és a J betűket fogjuk megtalálni. Itt is van egy J. És itt a második J. Szuper! Tehát összegezve a mai videót, nagyon szuperül sikerült, 3 nyerő sorsjegyet sikerült ebben a részben találni. Az 5 sorsjegyből 2 nem volt nyerő, viszont ezt nézzétek, 1000-es, 2000-es és egy 500-as, vagyis ez azt jelenti, hogy ezzel a 3 sorsjeggyel visszanyertük az 5 sorsjegy árát, 2500 forintot, vagyis egy nullás videó. Szuper! Vagyis az összes befektetett pénz visszajött, és 2500-ból 2500 nyeremény. Szuper! Nagyon szuper! Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy kiderüljön, hogy még mit rejt ez a pok maradék része, és ne felejtjétek, hogy a tippelős játékunkat sem, hiszen azt kértük tőletek, hogy tippeljétek meg, hogy mennyi lesz a teljes pak végösszege a 100. sorsjegy lekaparása után, és mindenre lehetőségetek van megtippelni a 90. sorsjegy lekaparásáig, és a szerencsés nyertes nyereménye, aki helyesen eltalálja a pak végösszegét, 2 darab 500 forintos Super Blackjack sorsjegy lesz. Viszont, hogyha többen eltaláljátok a helyes végösszeget, akkor pedig sorsoló programmal fogjuk eldönteni, hogy ki fogja megnyerni tőlünk a 2 darab Super Blackjack sorsjegyet. Tartsatok velünk a pak további részeiben, kövessétek a videóinkat, hogy ne maradjatok le egyetlen egy friss videóinkról sem, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, hiszen csak is így tudtok részt venni az ajándéksorsolásainkon, és ebben segítitek a mi munkánkat, hiszen ez egy kőkemény munka, a videózás, hiszen, mint tudhatjátok és láthatjátok, hogy azért dolgozunk, hogy nektek minél változatosabb és színesebb tartalmakat gyártsunk. Ez a célunk, és emellett meg szeretném mutatni azt, hogy milyen virágaink vannak, hiszen a Gigavirág csatorna nem csak a sorsjegy kaparással foglalkozik, hanem ugye mint a nevében is benne van, hogy Gigavirágok bemutatásával is, tehát az a célunk, hogy a csatornán meglátjátok az egész kollekciónkat. Próbálunk minden videóban más és más összeállítást megmutatni nektek, ezzel is képet kapva arról, hogy milyen a mi kollekcióm. Tehát, és hogyha szeretnétek megnézni a virágainkat, bármikor megtehetitek az otthonunkban, előzetes időpont egyeztetéssel, hiszen ezek egy csodálatos, csodálatos virágok. Fotózásokra és rendezvényekre is bérelhetőek ezek a virágok, és csodálatos látványt nyújtanak, és egy maradandó élményt okoznak az embereknek. És ha még több ilyen videót szeretnétek látni tőlünk, ilyen kaparósos, ügyes, kontra gigavirágos videót, iratkozzatok fel a csatornánkra, ezzel is segítve a mi munkánkat. Ez felénk egy pozitív visszaigazolás, hogy nézitek, és hogy tetszik a tartalom, amit készítünk, és ez nekünk ez nagyon, nagyon jó érzéssel tölt el bennünket. Én Alex voltam a Gigavirág csatornájáról, találkozunk egy újabb videóban, sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok nektek, és a pak végösszegének megtippeléséhez pedig sok szerencsét kívánok. Sziasztok!